Az utolsó részben az első feladatunk egy már tárgyalt feladat lesz tulajdonképpen, ugyanis tessék megnézni, észrevenni, hogy a számlálóban ott pontosan a nevező deriváltjának a számszorosa szerepel. Ez évesző az egyenlő 2p plusz 4, azaz igen, hogy ezt elég 2p plusz 2 alakban van látható, hogy valóban ez teljesül, azaz az i helyettesítéssel 1-2d z lesz egy p plusz 2 p-ben. Azt kapjuk, hogy ez itt 1-2d z per z. Jó? Ugye mindig ezt ellenőrizzük, hogy nem a számálló, az a nevező derültjének számszorosa. Mint most itt teljesült. Elem abszolút érték z plusz z. Tehát 1-2. Elem abszolút érték p néz, plusz 4, p plusz 5, plusz c lesz a feladat megoldása. Nézzük azt az esetet, amikor nem teljesül ez a tulajdonság. Ugye? A nevező deriváltja az nyilván nem lett számszorosa a számlálónak, akkor ugye azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy a nevezőnek vannak-e valós gyökei. No, a p négyzet plusz 4, p plusz 5 egyenlő 0 egyen, tehát meg lehetne oldani, de szerintem már elég sokat gyakoroltuk a teljes négyzeti alakítást, hogy észreveszünk, hogy ez p plusz 2 a négyzeten plusz 1 alakban írható, ami persze nagyobb vagy egyenlő, mint 1, azaz itt nincsen valós gyök. Na most, hogyha nincsen valós gyök, akkor ugye nem tudjuk azt a módszert alkalmazni, amit az előző részben vettük. De, hát ez azt jelenti, hogy akkor ezt persze fölírhatom, így a teljes nézeti alakításnak megfelelően ebben az alakban. Amiről ráismerek, hogy hát az egyszerű integrálban vettem ilyen feladatnak a megoldását, hogy ez az arkusztangens függvény, van bizonyos értelme egy kicsit transformálva, lineárisan, azaz rögtön alkalmazhatom, hogy ilyen, hát ez ugye az arkusztangens függvénynek a p plusz 2 helyen vett deriváltja szerepet. És ugye a p plusz 2-nek a deriváltja az 1, tehát itt még ugye igazából konstanssal se kell probléma, ez nem kell kiírni, hiszen egyértelmű csak osztani. Tehát könnyen megoldottuk a feladatot. No, és akkor nézzük a harmadik esetet, a p per p nézet plusz 4, p plusz 5 van. Természetesen az első esetet nem alkalmazhatjuk, mert ott p plusz 2 volt, itt meg csak simán p van, itt konstans volt. Hát a megoldás az lesz, hogy a harmadik megoldás az az első kettőt kell kombinálni. Tehát, ahogy első fokú tag van, ugye itt nagyon éges, hogy vagy a nevezőben lévő másodfokban nem volt valós gyöke, akkor itt szépen fölül kialakítjuk a nevezőben lévő függvény deriváltját, számszorosát. Hát itt a példa alapján jól látszik, hogy itt ugye akkor a p per p plusz 2-t írjuk be. Bővítsük a számlálót úgy, hogy ugye a p is az első fokú tag, az a nevező deriváltján számszorosa legyen, és természetesen korrigáljuk a konstansnak megfelelően. Ugye p plusz 2, bővít hozzátok 2-t, akkor is kell mondom 2-t. Alapján ugye szét fogom tudni szedni két integrálra, a p plusz 2 per p négyzet plusz 4, p plusz 5, mínusz 2 per p négyzet. Plusz 4 p plusz 5 dp. Tehát ez ott az első feladat, ez ott a második feladat, tehát mínusz 2 van megszorozva, tehát itt felhasználva az első és a másodiknak az eredményét, még egyszer nem kell, hogy leírjuk a megoldást, ugye csak a végeredményt, az elvált p négyzet plusz 4 p plusz 5 lesz, és itt ugye mínusz 2-t, hogyha kiemelem, az mínusz 230 tangens p plusz 2 plusz c lesz a harmadik feladatnak a megoldása. Tehát ez a legáltalánosabb eset, amikor egy ilyen racionális tört függvénynek
meg a primitív függvény az a logaritmus függvény, meg az arcus tangens, és a tartalmazza. Speciális esetekben vagy csak a logaritmus, vagy csak az arcus tangens, mint ahogy látható itt a felső két feladatnál. Jó, akkor ezek után nézzünk ismételten kicsit nehezebb feladatokat, amikor is harmadfokú polinom található a nevezőben, mint például a negyedik feladat, az pedig nem más, mint 1 per v köv plusz v dv. Jó, tehát nevező deriváltja az 3v négyzet plusz 1 lenne, nem számszorosan a számlálónak. Akkor nézzük a következőt, meg kell nézni, hogy vannak-e, vagyis mik a gyökök pontosan. Tehát ez itt a v kiemelés után v négyzet plusz 1 alakban lesz. Hát ugye itt van a v egyenlő 0, a v négyzet plusz 1, ez pedig mindig pozitív, tehát itt ez komplex gyököket adnak, valós gyökök nincsenek, csak egy valós gyök van. Tehát ugye az a v egyenlő 0. Ebben az esetben elemi racionális törtekre bontás módszerét alkalmazzuk, de nagyon lényeges, hogy a felbontás, ugye, akkor ott van a A per V, plusz, ezt nem tudtam tovább bontani valósakra, tehát akkor itt a valós szorzott lényezőkre, itt V négyzet plusz 1 marad, és mivel ez itt másodfokú, idefelőre nem csak egy B kerül, hanem egy elsőfokú kifejezés. BV plusz C. Tehát nagyon lényeges, hogy itt ebben az esetben ez lesz a megfelelő felbontásom. Utána az AB meghatározó, ABC meghatározat szokásos módon történik. Közös nevező. Nagyon hozzunk. És hát ugye ebben az esetben nincsenek valós gyökeim a nullán kívül, csak egy gyök van, három ismeretlen. Tehát itt ugye, az egyenlő együttható módszerét alkalmazok már az ABC meghatározására. Felbontva a zárójeleket, ugye azt kapom, hogy BV négyzet plusz CV, akkor ez azt jelenti, hogy másodfokúból van A plusz B darabon, elsőfokúból van CV, és a konstansból pedig van A. No, tehát akkor nézzük, a bal oldalon 0 darab másodfokú, ugye? Található 0 egyenlő A plusz B-vel, az első fokú szintén 0, a bal oldalon, jobb oldalon C, és a konstans az 1, az egyenlő A-val. Tehát azt kaptuk, hogy C egyenlő 0-val, az A egyenlő 1-el, az A plusz B-ből, tehát itt ebből a harmadik egyenletből pedig az következik, hogy akkor a B az egyenlő mínusz 1-el. Nem volt nehéz meghatározni. Ez felbontható úgy, hogy 1 per v, és utána jön a p-re a mínusz 1, mínusz v per v négyzet plusz 1, és a c az 0, és akkor itt van a dv-t kell meghatározni. Jó. Az első, hogy az ellen, azzal nincsen problémák, amikor a másodikat, a v per v négyzet plusz 1 primitív függvényt kell meghatározni. Itt mivel kezdünk, megnézzük, hogy a deriváltja a nevezőnek az a neme, az ugye x vesző, az 2v, ezt tessék megnézni, az éppen ugye a kétszerese a számlálónak, tehát akkor ezzel az x helyettesítése, x vesző, igen, akkor azt kapjuk, hogy ugye az 1 2 dx az egyenlő lesz a vdv-vel, akkor helyettesítés után a szokásos 1 2 dx per x, azaz 1 2 1 per x dx. Egy-kettő elem abszolút érték x meg volt, és kapjuk, azaz a
második nap, hogy egy-kettő, Helen, V-négyzet, plusz, egy plusz, C, lesz a megoldása. Hát az elsőről meg ugye megbeszéltük, hogy Helen abszolút értékvény. És akkor mi az egy-kettő? Helen, V-négyzet, plusz, egy, plusz, C, lesz a feladatnak a megoldása. No, hát akkor ezek után nézzük az utolsó feladatunkat, amikor is az az lenne, hogy nem egy van odafent, hanem V plusz 1, V köb plusz 3. Ahogy megbeszéltek, itt elemi racionális töretekre kell bontani, csak most ebben az esetben ugye a V plusz 1 per V köb plusz V van. Tessék meg ugyanazon a nevezőben, tehát akkor a felbontás is természetesen teljesen hasonló lesz. B, V plusz C per V négyzet plusz 1. Csak az ABC-re kaphatunk más megoldást. Tehát A szó V négyzet plusz 1 plusz BB plusz C lesz V. V, V négyzet plusz 1. Tehát a V plusz 1 egyenlő, tehát V négyzetből volt ugye az A plusz B-nk, a V az C-szer V volt, és volt még az A. Tehát az a különbség, hogy az első fokot, amit megjelenik, tehát másodfokon nincs, tehát az A plusz B az ugyanúgy nulla, de a C-re azt kapjuk, hogy a C az egyenlő egyel, és ugye az A az a konstans, az is egy. Tehát akkor itt a B, ugye ismételten a B az mínusz 1. Ugye lesz egyenlő. Azaz, ez itt 1 per V. És akkor itt plusz van a mínusz V. 1 per V négyzet plusz 1. DV felbontást kapjuk. És hát szerencsére a negyedik feladat ott van, úgyhogy most már a negyedik feladat segítségével tudjuk is neked az előző, a harmadik feladat alapján, és itt le kell választani ugye, az első fokot, ami a nevező derivátjának számszoros, és utána konstans meghagyni, és akkor az egyiknek lesz az ellen, a másiknak meg az a plusz tangens. Tehát ahogy ezt láttuk, az előző feladat alapján is kapjuk, hogy az egyenlő az 1 per V, a mínusz V per V négyzet plusz 1, illetve az 1 per V négyzet plusz 1 függvények, primitív függvényével. És akkor kiférje az elsőnek ugye az elem abszolút értékvény, negyedik feladat alapján mínusz 1 kell. V négyzet plusz 1, és ugye ez volt az arcos tangens. Jelen, az elem feladat.